Segítség az ágazatnak. 5 milliárd forint támogatást biztosít a dohánytermelőknek a kormány a kieső uniós források pótlására. A termelők két részletben jutnak majd hozzá a forráshoz. Öveges program. Korszerű természettudományi labort alakítottak ki Fehérgyarmaton, a Deák Ferenc gimnáziumban, ahol a környék iskoláinak mintegy 3000 diákja is tanulhat. Új felszerelések. 700 ezer forint értékű adományt kapott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület. Az eszközökkel biztonságosabban és eredményesebben tudnak majd dolgozni. Öt milliárd forint támogatást biztosít a dohánytermelőknek a kormány a kieső uniós források pótlására, tájékoztatta a gazdákat Mária Pulcson Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A politikus elmondta, a termelők két részletben jutnak majd hozzá a hektáronként 900 ezer forintos támogatáshoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 20 ezer ember számára biztosít megélhetést a dohánytermesztés. Ez a 350 ezer dohánypalánta 6 heten nő a fólia sátorban, a hét végéig pedig 12 hektárnyi területre ültetik ki Mária Pulcs határában. Az országban 4800 hektáron termelnek dohányt, ebből 4000 hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terül el. Az elmúlt évben az Európai Unió megszüntette a szerkezet átalakítási támogatást, így az ágazat jövője veszélybe került. A kormány döntése értelmében állami és az úgynevezett de minimis forrásból évi 5 milliárd forintos támogatásra számíthatnak a dohánytermelők. Idén nem kell csinálni gyakorlatilag semmit, hiszen június-július hónap folyamán az MVH-tól az az 550 és 660 ezer forintot, ami a Virginia és a Burley dohány esetében jár, ezt a termelők megkapják. Ez még a tavalyi maradványpénzek támogatása. A jövő esztendőtől pedig a hagyományos módon be kell jelentkezni az MVH-hoz, megjelölve a két dohányfajtát, hogy miért termel, és tárgy évben megkapja mindenki a durván 600 ezer forintnyi támogatást az átmeneti nemzeti támogatásból, tehát a TOPAP-ból, ami hazai forrás, és a rákövetkező év első harmadában pedig plusz 300 ezer forintot, ami a de minimis keretből jár a dohánytermesztők számára. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a támogatásnak köszönhetően a jövőben is több ezer, főként alacsony képzettségű dolgozónak tud munkalehetőséget biztosítani az ágazat. Ez azt jelenti, hogy több ezer embernek megmarad a munkahelye, a kenyérkereseti lehetősége, mert hogy ebben a térségben egy 60 gazdálkodó foglalkozik dohánnyal, több mint 1000 hektáron termelnek, és több ezer embert foglalkoztatnak. És az a helyzet, hogy ilyenkor, amikor szezonja van a dohánynak, akkor a közmunkabérnél sokkal magasabb bért kapnak. Bár a támogatás összege kisebb a korábbinál, a termelők szerint mindenképpen mentőövet jelent az ágazat számára a kormány döntése. Ez egy nagy megnyugvás, mert így az ember tervezhet a jövőben is. Igaz, ez még mindig egy kicsit az előző évekhez, igen, egy kicsit sajnos alacsony, de nem szabad keveselni. Tehát ez van, ennyit kaptunk, ez is nagyon jó, de még ez még mindig nagyon kevés lesz. Szerintem. A parlamenti államtitkár mindehhez hozzátette, Magyarországon kívül egyetlen európai állam sem támogatja a dohánytermelőit közvetlenül. Az, hogy ez mennyiben fokozza majd a dohánytermesztési kedvet és az ország dohánykereskedelemben betöltött szerepét, a következő években dől majd el. Fiatal nőkre támadt egy férfi Nyíregyházán. A rendőrség tájékoztatása szerint az Arany János utcán egy fiatal nőt a karjánál megragadva próbált autójába tuszkolni egy férfi, miközben szexuális tartalmú utalásokat tett. A nyíregyházi rendőrkapitányság érkerti rendőrőrsének munkatársai egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt. Ezután derült ki, hogy a férfi alig 3/4 óra alatt két másik nőt is hasonló módon megtámadott ugyanazon a környéken. A 19-21 év közötti sértetteknek sikerült kiszabadítani magukat és elmenekülni, az ijegységen kívül egyiküknek sem esett baja. V. Robert 31 éves kálósemjéni lakost személyi szabadság megsértése büntet elkövetésének megalapozott gyanújával őrizetbe vették. A férfit egyelőre nem lehet kihallgatni, a rendőrök a pszichiátrián őrzik. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a gyanúsított korábban is követhetette el hasonló bűncselekményt.
Korszerű természettudományi labort alakítottak ki Fehérgyarmaton a Deák Ferenc gimnáziumban. A beruházás az öveges program keretében valósult meg, összköltsége mintegy 346 millió forint. A most kialakított korszerű laboratóriumban a környék iskoláinak mintegy 3000 diákja ismerkedhet meg közelebbről a természettudományos tantárgyakkal. Az egyszerre 36 fő befogadására alkalmas laboratóriumot az egykori kémia szaktanterem és biológia szertár helyén alakították ki. Az építkezési munkálatokat 2014. októbere és decembere között végezték. A természettudományi laboratóriumban fizika, kémia, biológia, földrajz, valamint általános iskolai szinten természetismeret tanórákat tartanak majd. Megvalósultak az IKT eszközök beszerzései, láthatjuk ugye itt a két párhuzamos laborban a digitáblákat, illetve a kivetítőket, és folyamatban van az eszközöknek a beszerzése, gondolok itt a vegyszerekre, illetve a négy tantárgy kapcsán, biológia, fizika, kémia, földrajz, a speciális eszközök beszerzésére. A projektnyitó rendezvényen előadást tartotta a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar oktatási dékán helyettese, aki azt mondta, azokban a középfokú intézményekben, ahol ilyen laboratóriumok működnek, magasabb szinten tudják oktatni a természettudományos tárgyakat. A projekt hosszú távú célja, hogy a diákokat a természettudományi pálya felé irányítsák. Ezek az iskolák, ahol öveges labor van, a természettudományokat magasabb szinten oktatják, egyfajta iránymutatásra szolgálnak a gyerekek számára, ugye, és reméljük, hogy az az iránytű, amit mutatnak, az felénk mutat, tehát számunkra termelnek utánpótlást, hozzánk küldik majd a diákjaikat. A most kialakított korszerű laboratóriumban a környék iskoláinak mintegy 3000 diákja ismerkedhet meg közelebbről a természettudományos tantárgyakkal. A Deák Ferenc gimnázium a térség 12 általános iskolájával együttműködési megállapodást is kötött, amely szerint a fiatalabbaknak is tarthatnak tanórákat az újonnan kialakított laboratóriumban. Fehérgyarmat polgármestere szerint ez a természettudományi labor a térség oktatásának egyik legfontosabb beruházása. Gyermekeink itt helyben tudnak olyan természettudományos képzésben részesülni, amely az előmeneteleik során fontosak. Én úgy gondolom, hogy nekünk, mint városnak, mint térségnek támogatni kell az ilyen beruházásokat, hiszen nem mindegy az, hogy gyermekeink itt helyben kapják meg azt a képzést, amely szükséges a továbbtanuláshoz, vagy ehhez el kell menni más városokban tanulni. A rendezvényen az is elhangzott, a projekt példaértékűnek számít ebben a régióban, a Fehérgyarmati gimnáziumban kialakított labor régi hiányosságot pótol. 700 ezer forint értékű adományt kapott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület. Az Országos Egyesület a Mosolyért évek óta támogatja a tárgyi adományokkal a mentők munkáját. Most olyan felszereléseket kaptak, amelyekkel biztonságosabban és eredményesebben tudnak dolgozni, ha eltűnt személyeket kell felkutatni, vagy romos épületekből kell menteniük. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentőknek a legextrémebb helyzetekben kell életeket menteniük. Előfordul, hogy a bajba jutottakat romos épületből, vízből, a magasból vagy éppen a mélyből kell kimenteniük. Hogy ezeket a feladatokat eredményesen tudják végrehajtani, fontos, hogy megfelelő eszközökkel és védőfelszereléssel rendelkezzenek. Az Országos Egyesület a Mosolyért évek óta támogatja tárgyi adományokkal a mentők munkáját. Kutató mentőegységeknek próbálunk hatalmas segítséget nyújtani, hiszen Magyarországon nagyon sokszor az életüket kockáztatva nyújtanak segítséget, keresnek embereket, és nem nagyon van olyan felszerelés, amely elősegíteni ezt. Akkor gondoltuk, hogy fölveszük a kapcsolatot több mentő csapat vezetőjével, és megkérjük arra, hogy amennyiben van rá módjuk és lehetőségük, írják össze, hogy mi az, amire nagy szükségük van. Így az országban egyedülálló módon 4 mentőcsapatnak nyújtunk segítséget, köztük a Kelet-Magyarországinak is, most pedig speciális védősisakokat és olyan kutatáshoz, mentéshez szükséges eszközöket kaptak, amelyek nagyban elő fogják segíteni akár a víz alatt, a barlangokban és akár a levegőben is a mentést. Eznek az értéke 700 ezer forint. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentők jelenleg 17 fővel és 3 keresőkutyával állnak bevetésre készen. A működésüket kizárólag saját pénzükből és különböző adományokból finanszírozzák, így különösen nagy segítséget jelent számukra a Mosolyért Egyesület rendszeres támogatása. Most elsősorban a személyi védelemre összpontosítottunk, kaptunk már az 5 defibrillátort és egyéb eszközöket is, de most kimondottan a mentőknek
szántuk ezeket az eszközöket, sisakokat, lámpákat kaptunk. Ugye ez nagyban segíti a munkánkat, mert hogy éjszaka rossz látási körülmények között dolgozunk nagyon sokszor, és az eltűnt személyek keresésénél, műszaki mentésnél ezek nagyon nagy segítségünkre vannak. Vincellér Tibor azt is elmondta, hogy országos nemzeti minősítő gyakorlatot tartottak a hétvégén Szombathelyen. A katasztrófa védelem által szervezett kétnapos rendezvény célja a mentőkutyás egységek képességeinek felmérése, a kutyavezetők és mentőkutyák továbbképzése volt. A kelet-magyarországi speciális mentők három kutyás egysége is sikeresen szerepelt a gyakorlaton. A Tárki legújabb közvéleménykutatási adatai szerint soha nem vándoroltak ki annyian Magyarországról, mint 2015 első negyedévében. Az együtt elnöke szerint hazánkban nem a bevándorlási, hanem a kivándorlási válság jelent problémát. Szigetvári Viktor nyíregyházi tájékoztatóján elmondta, pártja a közmunkában résztvevők számát 80-100 ezerre csökkenteni, bér- és utazási támogatással, átképzésekkel serkenteni a foglalkoztatást. Olyan javaslatot tettünk le, amelyben képzési támogatás, utazási támogatás, bértámogatás, és egyébként olyan megoldás, amelyben akár vállalkozás indításban nyújtunk neki segítséget, sok eszközzel, nemzetközi példák alapján segíti azokat a munka világából kiszorult embereket vissza a munkaerőpiacra, akik maguk egyébként tenni akarnak. Mert aki maga nem akar javítani a helyzetét, azon nem lehet segíteni, és erre ma túl sok pénzt költ el egy rossz programra a kormány, és ezt tisztességesen lehet jobban csinálni, ezt dolgoztuk ki az Együtt párt alapítványával. Fajta fenntartó tenyésztési program keretében kárpáti borzderes szarvasmarhákat helyezett ki a Poján Egyesület háztáji gazdaságokba. A gazdálkodók egy része azért vesz részt a programban, mert egészséges, jó minőségű élelmiszerrel szeretnék a családjukat ellátni. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. A diszkoszvető Szikszai Róbert és Káplár János négy versenyből álló franciaországi túrára utazik csütörtökön, a futó Palásti Luca és Guba Liliana pedig Belgiumban áll rajt hazajövő hétvégén. A nyíregyházi atléták a nyári időszakban 5 világversenyen is képviselik majd a magyar színeket. Annak ellenére, hogy hazai pályán vereséget szenvedett az Újpesttől, a 27. fordulóban matematikailag is biztossá vált, hogy bennmarad az NB1-ben a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese a hétvégén a kieső helyen álló Szombathely otthonában lép pályára. Fajta fenntartó tenyésztési program keretében kárpáti borzderes szarvasmarhákat helyezett ki a Poján Egyesület háztáji gazdaságokba. Az uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy a külterjes tartásra kifejezetten alkalmas fajtát újból elterjesszék Magyarországon. A gazdálkodók egy részének már van tapasztalata az állattartásban, és azért vesznek részt a programban, mert egészséges, jó minőségű élelmiszerrel szeretnék a családjukat ellátni. Az egykor hazánkban is őshonosnak számító borzderes szarvasmarha kisebb testű, mint a Holstein-Fries fajták, és bár tejhozama az intenzív fajtáknál kisebb, viszont kiemelkedő beltartalmi értékű, kimondottan alkalmas sajtok és más tejkészítmények előállítására, ezért a kisüzemi, illetve a háztáji termék előállításban is fontos szerepe lehet. A fajta megőrző program célja, hogy az eredeti fajtát megőrizzék, illetve Magyarországon újból elterjesszék. Egy uniós pályázat révén a Poján Egyesület 40 állatot helyezett ki a megye háztáji gazdaságaiba. Ez a program az Európai Unió támogatásával jött létre, egy határon átnyúló program keretében, amiben Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia vehet részt. Ugye mi egy ukrán partnerrel közösen dolgozva gyakorlatilag csináljuk ezt a pályázatot, és hát most ott tartunk ennek a keretében, hogy végre megérkeztek a gazdákhoz, a jószágok, tehát már kint van mindenhol, és a kapcsolattartás folyamatos. Falvainkban mára szinte teljesen megszűnt az állattartás. A globalizált kereskedelem táplálkozási szempontból kétes értékű élelmiszeripari tömegtermékekkel árasztja el még a kisebb településeket is, miközben a lakosság nagy része komoly megélhetési gondokkal küzd. Ezen a helyzeten sokat javíthatnak olyan fajták, amelyek alkalmasak háztáji tartásra és a manufakturális élelmiszerfeldolgozásra. Nem nagyon van itt munka lehetőség, és mivel négy gyermeket nevelünk, gondoltuk, hogy valamivel muszáj foglalkozni, amiből egy kis anyagi előnyt kovácsolhatunk. Úgyhogy főleg ezért, de nem könnyű, nagyon nehéz.
A gazdálkodók egy részének már van tapasztalata az állattartásban, és azért vesznek részt a programban, mert egészséges, jó minőségű élelmiszerrel szeretnék családjukat ellátni. Azért is vágtam bele, mert gyermekek hála jó Istennek szeretik a tejet, és én magam meg a tejkészítményeket minden részéből, és akkor én ebben szeretnék, hogy saját részre azért a turó, tejföl, sajt azért meglegyen. Az Unió által támogatott program megvalósítása során a Poján Egyesület folyamatosan kapcsolatban van a háztáji gazdaságokkal, és szakmai tanácsadással segíti az állattartókat. Versenyen mérték össze tudásukat nyíregyházi alsó tagozatos iskolások a Nyíregyháza ZRT Madarak és Fák napja alkalmából szervezett rendezvényén az erdei tornapályán. A háromfős csapatoknak egyebek mellett fel kellett ismerniük fák, cserjék, levelét, virágait, illetve termését. A Madarak és Fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét elmélyítse. A hagyomány immáron több mint 100 éves. Elsődlegesen Herman Otto volt az, aki ezt intézményesítette, tehát országosan elterjedté tette, és ez ugye az 1900-as évek elején volt, tehát már nagyon régóta. Volt aztán egy kis szünet, amikor ugye a 60-70-80-as években nem ünnepelték, és mióta köztársaságunk van, azóta újra ez divattá vált. Nagyon örülünk neki, hogy a természet védelmére, az erdők védelmére, a madaraknak és valóban a fáknak a fontosságára hívja fel a figyelmet, elsősorban a tanuló ifjúságnak. A diszkuszvető Szikszai Róbert és Káplár János négy versenyből álló franciaországi túrára utazik csütörtökön, a futó Palásti Luca és Guba Liliana pedig Belgiumban áll rajthoz a jövő hétvégén. A nyíregyházi atléták a nyári időszakban öt világversenyen is képviselik majd a magyar színeket. Alig, hogy elkezdődött a szabadtéri szezon, a nyíregyházi atléták már is külföldi versenyeken állhatnak rajthoz. Két diszkuszvető egy négy versenyt magába foglaló franciaországi meghívásnak tesz eleget, két sprinter pedig Belgiumba utazik Széles Imre edző kíséretében. Holnap utazik két dobónk Franciaországba, Káplár Jani és Szikszai Robi. Ők már, illetve Robi már másodszor kapja a meghívást erre a versenyre, és Jani pedig először debütál itt. Bízom benne, hogy jó eredményekkel térnek vissza. A jövő hét végén pedig a vágtázóink Belgiumban fognak versenyezni, 400 és 400-400-as váltóban Palásti Luca és Guba Liliana személyében képviselik Magyarországot. Szikszai Róbert tavaly Franciaországban dobott először 60 méter fölött felnőtt diszkosszal. A junior Európa-bajnok ezúttal is bízik a jó szereplésben. Ezt egy francia srác szervez nekünk, akivel elég jó viszonyban lettünk, és most is négy versenyt tudott nekünk beszervezni, mert szeretnénk jól szerepelni. A magasugró Bakosi Péter sérülése miatt már három szabadtéri versenyt kihagyott, de bízik abban, hogy a tallinni U23-as Európa-bajnoksági formába lendül. Tegnap voltam doktornál, ugyebár addig pihentettem, nem nagyon edzettem vele. A doktor ugye megalapította, hogy ő problémám ugye a kötőszövet a lábamnál, ott a térdem és a csípőm közötti kötőszövette van probléma, ez 1 és 4 hét közötti pihenés jelent, mellette ugye megadott gyakorlatokat csinálhatok, mellettem egy gyógyszer szedek rá. Hát remélem, hogy ez egy két héten belül elmúlik, és fogom tudni folytatni tovább 100%-osan az edzéseket és a versenyeket. A nyári versenyidőszakban a nyíregyházi atléták öt világversenyen, a svédországi junior Európa-bajnokságon, a kolumbiai ifjúsági világbajnokságon, az észtországi U23-as Európa-bajnokságon, a dél-koreai univerziádén és a grúziai Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon képviselhetik a magyar színeket. Annak ellenére, hogy hazai pályán vereséget szenvedett az Újpesttől, a 27. fordulóban matematikailag is biztossá vált, hogy bennmarad az NB1-ben a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese a hétvégén a kieső helyen álló Szombathely otthonában lép pályára. A héten abban a tudatban edzhetnek a Nyíregyháza Spartakusz játékosai, hogy a csapat jövőre is ott lesz az élvonalbeli bajnokság mezőnyében. Igaz, a 27. fordulóban a Spari hazai pályán 4-2-es vereséget szenvedett az Újpesttől, de Mátyus János vezetőedző az eredményt kivéve elégedett volt a látottakkal. Vereséget szenvedni az soha nem kellemes dolog. Mostanában ezt az érzést nem is nagyon ismertük, picit már elszoktunk tőle. Valóban nagyszerű mérkőzés volt, remélkül játszottunk, de a futballt az örök szabály szerint góra játsszák. Az ellenfelünk valóban 4-szer lőtt kapura, ebből ők 4 gólt szereztek, nekünk pedig rengeteg kísérletből csak 2-szer sikerült. Nem vagyok elégedetlen a játékunkkal, de nyilván jövő héten újfent szeretnénk most már nyerni.
Három fordulóval a bajnokság zárása előtt a 11. helyen álló 30 pontos Nyíregyháza Spartacus előnye 11 pont a már kieső helyen álló Szombathely előtt. Most már papíron is bemaradtunk az első osztályban, bár azért mi a csapatnál dolgozók már sejtettük, hogy olyan különösebb gondunk nem lesz a következő fordulókban. Így most már akár hátra is dőlhetnénk, de nem tesszük. Van még hátra három fontos mérkőzésünk, közt egy óriási rangadóval. Mindenképpen szeretném minél több pontot szerezni. A 28. forduló nyitó mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus a Szombathelyi Haladás otthonában lép pályára. A mérkőzés nagy kérdése az lesz, hogy hogyan fogunk tudni játékosokat megmotiválni. Az ellenfelünknek talán utolsó lehetőségeik egyike lesz az ellenünk való mérkőzés. Mindenképpen szeretnénk mi is fölkészülni, de mondom, most mentális része nekem különösen kell foglalkoznom, az nem fordult elő, hogy az ellenfélben akarja a győzelmet. A Szombathely Nyíregyháza Spartacus mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik. A további párosítása következő: Újpest MTK, Paks Ferencváros, Pécs Dunaújváros, Puskás Akadémia Kecskemét, Budapest Honvéd Videoton, Diósgyőr Győr és Debrecen Pápa. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 5 milliárd forint támogatást biztosít a dohánytermelőknek a kormány a kieső uniós források pótlására, tájékoztatta a gazdákat Mária Pócson Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus elmondta, a termelők két részletben jutnak majd hozzá a hektáronként 900 ezer forintos támogatáshoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 20 ezer ember számára biztosít megélhetést a dohánytermesztés. Korszerű természettudományi labort alakítottak ki Fehérgyarmaton a Deák Ferenc gimnáziumban. A beruházás az öveges program keretében valósult meg, összköltsége mintegy 346 millió forint. A most kialakított korszerű laboratóriumban a környék iskoláinak mintegy 3000 diákja ismerkedhet meg közelebbről a természettudományos tantárgyakkal. 700 ezer forint értékű adományt kapott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület. Az Országos Egyesület a Mosolyért évek óta támogatja tárgyi adományokkal a mentők munkáját. Most olyan felszereléseket kaptak, amelyekkel biztonságosabban és eredményesebben tudnak dolgozni, ha eltűnt személyeket kell felkutatni, vagy romos épületekből kell menteniük. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, tudósításaink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk. Nyugat felől egy hullámzó frontrendszer ért el térségünket, ezért szeszélyes tavaszi idő várható záporokkal, hevesebb zivatarokkal. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, a hajnali óráktól záporok, zivatarok várhatók. A nyugati, majd a változó irányú szél időnként megélénkül. A zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többször, délutántól időnként növekszik meg erősen a felhőzet, ismétlődő záporok, zivatarok várhatók. Az északnyugati szél megélénkül, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken délfelől súrolja térségünket egy frontrendszer, de számottevő csapadékot itt nem okoz. Szombaton és vasárnap változóan felhős, mérsékelten meleg időre van kilátás, elszórtan záporokkal. A jövő héten száraz, a hét közepétől igen meleg levegő érkezik fölénk, így sok napsütés várható, futó zápor csak elvétve fordulhat elő, a hét közepétől pedig már nyáriasan meleg, már-már strandidő várható.